ember élete során rengeteg erőfeszítést tesz azért, hogy megszerezzen valami szép dolgot. Például gondoljunk a tanulmányi éveinkre. Abból az időszakból valószínűleg a sok-sok vizsga maradt meg emlékeinkben. Ezek közül is talán a legfontosabb az egyetemi felvételi vizsga volt. Számos fiatal élete forduló pontjának tekinti ezt a vizsgát. Mert azt gondolják, hogy jövőjük e néhány órás vizsga eredményével fog eldőlni. Emiatt éveken át dolgoznak, keveset alszanak, számos szociális tevékenységtől távol maradnak, és figyelmüket kizárólag a tanulásnak szentelik. Egyetlen céljuk, hogy bejussanak az általuk kiválasztott egyetemre. E cél érdekében rendkívül türelmesek és határozottak. Akinek élete legnagyobb célja, hogy egy gyönyörű háza legyen, először is elegendő mennyiségű vagyonra kell szert tennie. Ezért éjjel-nappal azon fáradozik, hogy jó állása legyen, magasabb beosztásba kerüljen, ezáltal javítson anyagi helyzetén. De csak egy hosszú és önfeláldozó munkával lehetséges, hogy az ember megvegye azt a házat, amelyiket oly nagyon szeretne. Mindezek mellett, ha olyan céljai vannak, mint például az anyagi jólét, a megbecsülés, a hírnév, vagy hogy karriert fusson be, ezekért is komoly erőfeszítéseket kell tennie, és fel kell készülnie arra, hogy nehézségekbe fog ütközni. De ezek a példák, amiket megvizsgáltunk, csupán a múlandó hasznokra korlátozódnak, amit az ember rövid földi élete során megszerez. Mindez a haszon a halállal, vagy még az élet során bármilyen okból kifolyólag elveszhet. Például a fiatal, aki éveken át megállás nélkül dolgozik azon, hogy eredményes legyen a vizsganapján, egy baleset következtében még a vizsga előtt elveszíthet életét. Vagy a több éves munka eredményeként megszerzett ház egy tűzvész következtében leég. Ezzel egy pillanat alatt semmibe vész a belépegtetett erőfeszítés és munka. Ez a haszon, amit az emberek földi életük során meg akarnak szerezni, múlandó. De mindezek mellett van egy igazi élet, amelyben soha el nem múló szépség és végtelen áldások várnak. Ez a halált követő túlvilági élet. A földi élet csupán a próbatételek múlandó helye, ahol az ember próbára tétetik, hogy eljusson az örökkévaló túlvilágba. Isten az embereket egyetlen céllal teremtette. Hogy mi az a cél, a Korán a következőképpen tudatja. Az embereket azért teremtettem, hogy engem szolgáljanak. Ötvenegyedik szúra, 56. ája. Az ember, aki azért teremtetett, hogy kizárólag Istent szolgálja, átlagosan 60-70 évig él. Ez az élet egy homokkórához hasonlóan megállás nélkül folyik. Az ember egy állandó visszaszámlálásban él a túlvilág felé. Az idő mindenkit és mindent biztosan elpusztít. És
és azok, akik ennek az átmeneti életnek szentelik magukat, óriási fájdalmakat fognak elszenvedni. Mert a földi élet a túlvilági élethez képest meglehetősen rövid. Ez a tény a következőképpen szól a Koránban. Az evilági élet a túlvilági élethez képest csupán rövid élvezet. Tizenharmadik szúra, 26. ájat. Egyértelmű, hogy az értelemmel, lelkiismerettel és jó érzéssel bíró ember teremtésének célja nem a mulandó javak megszerzése ebben a rövid földi életben. Az ember próbára van téve. És ennek a próbának a célja az örökké tartó túlvilági élet szépségének elnyerése. Az ember a Földön mindenféle problémával találkozhat. Ezek a problémák a legváratlanabb időkben jelentkezhetnek. És nagyon sokáig is elhúzódhatnak. Például a gazdag ember elveszítheti mindenét, egy váratlan pillanatban kudarc érheti valamiben, amiben mindig is sikeres volt, elveszíthet valakit, akit szeretett, megbetegedhet, vagy nyomorékká válhat. De mindez csupán próba e személy számára. Fontos, hogy ezekben a nehéz pillanatokban az emberek a Korán erkölcse szerint éljenek. Mindig megemlékezzenek Istenről, köszönetet mondjanak azért a helyzetért, amiben vannak, és tudatában legyenek annak, hogy mindebben valami jó és szép rejtőzik. Az ember élhet jólétben, gazdagságban és óriási áldások közepette. Ebben az esetben is az Isten tetszését megnyerő erkölcs szerint kell viselkednie. Minden cselekedetében Istenhez kell fordulnia. Az ő parancsainak és tanácsainak betartására kell odafigyelnie. Mert a világ múlandó élvezeteiben elmerülő ember számára a bőség a túlvilágot elfeledtető tényező lehet. De egy hívő ember számára mindegy, hogy milyen gazdag. Istennel szemben sohasem hálátlan. A következőket olvashatjuk a Koránban arról, hogy a hívők földi életük során milyen módon tétetnek próbára, és hogy ezekkel szemben mi csodálatos viselkedést tanúsítanak. Bizony próbára teszünk benneteket egy kevés félelemmel, ésséggel és javaitok, személyetek és az élethez szükséges gyümölcseitek fogyatkozásával. Ám jó hírt hirdes a türelmeseknek, akik ha csapás sújtja őket, azt mondják. Allahhoz tartozunk, s hozzá fogunk majdan visszatérni. Második szúra, 155. 156. ája. A Föld rengeteg olyan szépséget tartogat, ami befolyásolja vagy megrészegíti az embert. Azok az emberek, akik tagadják a túlvilágot, születésük percétől fogva a számukra oly csábítónak tűnő értékek megszerzésének rabjaivá válnak. Isten ezt mondja ezekről a csábításokról a Koránban. Csábítónak mutatkozik az emberek számára, hogy szeressék mindazt, amire vágyaik irányulnak.
a nőket, a fiaikat, az aranyat és az ezüstöt mázsaszámra, a telivér paripákat, a nyájakat és a szántóföldet. Mindezek azonban csupán az evilági élethez szükséges javok. Ám Allahnál van a legszebb szálláshely, ahová az ember megtér. 3. szúra, 14. ája. Az emberek világi szenvedélye rendkívül sokféle dologra irányul. De ezek megszerzése önmagában nem nyereség, mert az élet a Földön nagyon rövid és múlandó. A barlang szúrában a következő hasonlat szemlélteti az emberek evilági élethez való mohó ragaszkodását. És mondd el nékik az evilági élet példázatát. Hasonlatos az a vízhez, amelyet lebocsátottunk az égből, és egybebegyültek a vele a föld növényei. Ám egyszer reggelre kelve mindez száraz kóró lesz, amit szerte szórnak a szelek. Allah mindenek fölött hatalmas. A vagyon és a fiúgyermek az evilági élet ékességei. Ám amik maradandóak, a jó cselekedetek, azoknak nagyobb a jutalma a te uradnál, és jobbak a reményeik. 18. szúra, 45. 46. ája. A gazdagság, a szépség, a házak, az ékszerek, a pozíció, a hírnév vagy a karrier nem más, mint rövid élvezet és átmeneti szórakozás. Kétség kívül idővel mindez elenyészik. De az emberek nagy része nincs tudatában annak, hogy mindez múlandó. Ellenkezőleg, elsősorban ezeknek élnek. Vannak, akik állandóan nagyobb vagyonra próbálnak szert tenni. Vannak, akik az emberek által nagyobb megbecsülésre törekszenek, és vannak, akik munkahelyükön a legsikeresebb emberek szeretnének lenni. Számos ember mindennek ellenére annyira kötődik ezekhez a dolgokhoz, hogy teljesen megfeledkezik a halált követő túlvilági életről. A halált megszűnésként érzékelik, és ezért nem gondolnak arra, hogy felkészüljenek a túlvilági életre. A muszlimok pedig örömmel és izgalommal várják, hogy a halállal együtt elváljanak az evilági életre. Cserébe mindazért a jóért, amit a evilági életében tettek, fizetségüket az örökké tartó túlvilági életük során Istentől remélik. Öröm és izgalom tölti el életüket annak reményében, hogy a túlvilágon egy olyan örökké tartó gyönyörökkel és örömökkel teli szálláshelyre lelnek, mint a paradicsom. Isten óriási jutalmat hirdetett nekik a Koránban. Allah megvásárolta a hívőktől az ő személyüket és javaikat, mivel övék lesz majdan a paradicsom. Örvendjenek hát a vásárnak, amelyet vele kötöttetek. Nagy diadal az. 9. szúra, 111. ája. Óriási titok rejtőzik a földi próbatétel mögött. Azok a muszlimok, akik tudatában vannak ennek, a nehézségekkel szemben örömmel eltelve lelkesek és türelmesek. E titok mögött a sors tény rejtőzik. Egy muszlim tudatában van annak, hogy Isten mindent a sor szerint teremtett, és bármi is történjék vele, az Isten akaratával történik. Ez a tény a következő képlet kinyilatkoztatva a Koránban.
Nála vannak a rejtett dolgok kulcsai. Rajta kívül senki sem ismeri azokat. Ő tudja, mi van a szárazföldön és a tengerben. Még egy levél sem hullik le annélkül, hogy ő ne tudna róla. És nincs egy mag sem a föld homályában, és nincs semmi, ami nedves, és semmi, ami száraz, hogy ne lenne följegyezve egy nyilvánvaló írásban. 6. szúra, 59. ája. Az ember egy olyan lény, aki függ az időtől, és az eseményeket csak a megélt pillanattól fogva tudja értékelni. Mivel a jövőt nem ismeri, nem mindig képes arra, hogy meglássa a bölcsességet, szépséget és a jót, ami hosszú távon rejlik a megtörtént eseményekben. De Isten, aki az időt teremtette, minden időtől függő lény életét az időn kívül látja és tudja. És ez az a pont, ahol találkozunk a sors tényével. A sors azt jelenti, hogy Isten egy pillanatként tudja mindazt, ami megtörtént a múltban, és ami meg fog történni a jövőben. Azaz az események, amely végeredménye ismeretlen, csupán számunkra ismeretlenek. Isten tud mindent, amit mi nem tudunk. A múltat és a jövőt is. Emiatt az ember e világi próbatételének az eleje és a vége is ismert. A múlt, a jövő és a pillanat, amit a között élünk, Istennél egy. Mind megtörtént és be is fejeződött. És mi ezeket az eseményeket csak akkor fogjuk megtapasztalni, amikor eljön az ideje. A sors ismerete egy hatalmas tudás, melynek nincsenek birtokában a hitetlenek. Ez a tudás biztosítja a muszlimok számára, hogy az életük során tapasztalt nehézségekkel és megpróbáltatásokkal szemben csodálatos türelmet tanúsítanak. A hívők annak tudatában, hogy minden, ami velük történik, a sors elrendeltetése szerint valósul meg, nyugalomban és békében élnek. Amint ez egy koránversben kinyilatkoztatott. Nem sújt sorscsapás, csak Allah engedelmében. Aki hisz Allahban, annak a szívét az igaz útra vezérli. Allah mindenek tudója. 64. szúra, 11. ája. Történhet bármi egy emberrel, biztos, hogy az az állapot nem tart örökké. Például megvádolnak egy embert valamivel, amit nem követett el. De az igazság egy nap biztosan ki fog derülni. Ha az igazságtalansággal nem is derül fény az e világon, az a személy, aki az igazságtalanságot elkövette, a számadás napján biztosan szembesülni fog azzal, amit tett. Aki pedig türelmet tanúsított, a számadás napján óriási jutalmat remélhet. De a Koránban Isten hírül adta a muszlimoknak, hogy a nehézségekkel együtt könnyebbséget teremt. A nehézség könnyebbséggel jár. A nehézség könnyebbséggel jár. 94. szúra, 5.-6. ája. Egy hívő ember bízik Isten határtalan igazságosságában.
várja a nehézséget követő könnyebbséget, és nem szomorodik el attól, amivel szembesül. Nem felejti el, hogy a nehézség, amivel szembesül, akár az e világon, akár a túlvilágon, valami jót fog hozni a számára. Tudatában van annak, hogy függetlenül attól, hogyan alakulnak az események, nem tud beleszólni abba, nem tudja megelőzni vagy megállítani azokat. Mindaz a nehézség, amivel szembesül, a muszlim számára egy lehetőség, hogy fejlessze magát, hitét gyarapítsa, erkölcsét szebbé tegye, és növelje rangját a paradicsomban. Hogy ez a lelki állapot csupán azoknak adatik meg, akik őszintén hisznek Istenben, és alázatosak a sorsukkal szemben. A vallástól távolodó emberek sorsuk elleni lázadások miatt a nehézségekkel szemben reménytelenné válnak, félelem tölti el őket, állandó izgalomban élnek, és azt gondolják, hogy nincs semmilyen kiút. Mivel nem reménykednek a túlvilágban, mindig nyugtalanságban és aggodalomban élnek. Ezeknek az embereknek a helyzete a következőképpen van leírva egy Korán versben. Akit Allah az igaz útra akar vezetni, annak a keblét kitárja az iszlám számára. Akit azonban tévegésbe akar vinni, annak a keblét szűkké teszi és elszorítja, mintha az égbe akarna fölkapaszkodni. Így rója ki Allah a tisztátalanság büntetését azokra, akik nem hisznek. 6. szúra, 125. ája. A versben említett állapot az Isten által teremtett sorssal szembeni lázadásból ered, és ezt az igazságtalanságot az emberek önmagukkal szemben követik el. Egy hívő ember számára óriási áldás, hogy az ember sorsát Isten irányítja, aki végtelen tudás és hatalom birtokosa, és aki mindenek fölött uralkodik. De azok, akiknek hitük gyenge, vagy egyáltalán nem hisznek, nem ismerik ennek az áldásnak az értékét. Ezért nem tudnak alázatosak lenni sorsukkal szemben, és életük minden pillanatában magukra maradnak problémáikkal. Tulajdonképpen ez az állapot az evilági élet büntetése azoknak, akik fellázadnak sorsuk ellen. Egy Korán versben a következőképpen lett kinyilatkoztatva. Allah nem vétkezik az emberek ellen semmiben. Az emberek vétkeznek saját maguk ellen. 10. szúra, 44. ája. Ebben a pillanatban minden ember gyorsan közeledik a halál felé. Ma a legfiatalabb ember és a legidősebb ember is ugyanolyan messze van a haláltól, mert ismeretlen, hogy ki, mikor és hogyan fog meghalni. Az idős ember számára, aki az ágyában várja a halált, és az utcán sétáló fiatal számára az elmúlás ugyanolyan közel van. Lehet, hogy az a fiatal néhány perc elteltével autóbaleset áldozata lesz, miközben átmegy az utca egyik feléről a másikra, és véget ér evilági élete. Röviden, minden ember nagyon közel van a halálhoz. A halál közelsége az élet jelentéktelenségét mutatja meg az ember számára. Az ember köteles a lehető legtöbbet megtenni rövid élete során, hogy elnyerje a túlvilág jutalmát. Mint azt a nagy iszlám tudós, Bedi Ügyzaman Said Nursi mondta, a hívő emberek számára a világ egy mozdítható bódé, egy vásár, mely csak rövid ideig áll az úton. Azaz az ember földi élete során egy rendkívül előnyös üzletet köthet,
és a túlvilágon örökkön örökké élvezheti annak jutalmát. A logikusan gondolkodó embernek az a feladata, hogy lelkiismeretére hallgasson, és tudatában legyen annak, hogy Isten próbára teszi őt. Isten útmutatóként a Koránt küldte le az embereknek, példaként pedig a küldötteket és az őszinte hívőket. Bármekkora nehézséggel szembesüljön az ember, ha őszinte szívvel fordul Istenhez, végül biztosan könnyebbségre lel és győzni fog. Ez a megpróbáltatásokkal teli világ egyik legnagyobb titka. A hívők végül biztosan győzni fognak. Ezután egy hívő egyetlen feladata, hogy kövesse sorsát, és a koránversekben kinyilatkoztatott felsőbbrendű erkölcsi értékeket példaként tekintse. A Korán pedig így írja le azoknak az embereknek a helyzetét, akik minden esetben hűségesek maradnak Istenhez. A túlvilág felé pedig türelemmel és szilárd elhatározással fordulnak. Mennyi prófétával tusakodtak ezernyi ezren, ám ők nem lankadtak amiatt, ami sújtotta őket harcukban Allah útján, nem erőtlenedtek el, és nem adták be a derekukat. Allah szereti azokat, akik álhatatosak. És nem mondtak semmi más, csak azt, hogy Urunk, bocsásd meg a mi bűneinket. És azt, hogy nem tartottunk mértéket a viselkedésünkben. És erősítsd meg lábunkat, és segíts minket a hitetlenek népe ellen. És adott nékik Allah evilági és szép túlvilági jutalmat. Allah szereti a jóra valókat. Harmadik szúra, 146. 148. ája.